Bibliai, egészen pontosan a feltámadás történetét bemutató színházi előadással vette kezdetét az idei Család és Missziós Nap. A Bonyhádi rendezvény házigazdája, Aradi András Esperes azt mondta, az idei esztendő a békesség teremtésének jegyében zajlik. Igazából az első számú célunk az az, hogy itt az egyházmegye gyülekezeteinek egy olyan találkozási lehetőséget adjunk, amelyben megélhetjük a közös örömet, azt, hogy a különböző gyülekezeteknek milyen örömei, nehézségei vannak, és amikor a különböző kicsi szorványokba élő evangélikus testvérek sokszor élik meg azt, hogy kevesen vagyunk, kicsik vagyunk, akkor ezek a rendezvények segítenek kicsit lelki föltöltődést adni, hogy megéljék azt, hogy mégiscsak vagyunk itt az egyházmegyében. A nap folyamán minden korosztály számára rendeztek programokat, volt ugrálóvád és láthatatlan színház is, melyben a szereplők átélhették a történeteket anélkül, hogy akár szemkontaktust teremthetnének bárkivel is. Itt azért olyan momentumok vannak, hogy a béna meggyógyul, a lábat mosnak az embereknek. Vadidegenek teszik ezt, akik nem látsz, hogy kicsoda, szemkontaktusod sincs velük. Egész egyszerűen csak átéled azt, ami történik. És ez egy másfajta élmény lesz ezáltal. Sefcsik Zoltán, a szekszárdi gyülekezet vezetője azt mondta, nagyon fontos annak az élménynek a megélése, hogy nagyobb számban vannak az egyházmegyében, mint akikkel napi kapcsolatot tartanak. Ez is egy ilyen lelki táplálkozás, alapvető finom falatok, lelki táplálék, amit a püspök úrtól hallhatunk, meg ilyen kis desszertek, amik így a húsvéti szünetre felkészítenek minket nagy hétre és majd az ünnepre is, mint ez az előadás például. A békesség mellett a család témája köré fűzték fel a különböző előadásokat. Szó esett többek között a nagyszülőkkel való kapcsolatról, a családon belüli hierarchiák szerepéről és a művészetek nevelő hatásáról is.